Az apja akarok lenni. Akarsz? Nem vagyok benne biztos, hogy bármit is akarhatsz itt. Meg voltam nagyon szeppenve, izgultam, kiöltöztem, aztán amikor odaértem, akkor elkezdtem magamban azt súlykolni, hogy én csak moziba jöttem, hogy már hogy ne legyen belőle csalódás, vagy nehogy az legyen, hogy valójában én igazából számítok itt a győzelemre, és amikor mondták a filmem címét, akkor ugye székembe is maradtam. Mondjuk, hogy nem hittem el. Addigra már annyira jól sikerült a súlykolás, hogy nem is hittem el. És akkor valaki szólt mellett, hogy ezt nem... Igen, édesanyámmal mentünk ki, mert ő társíró ebben a történetben, és akkor együtt mentünk, és így megbökött, hogy Indi, hát ez te vagy. Mi van? Menjél! Hello. Van egy egyedülálló anyuka, aki egyedül neveli a gyerekét, aki másfél éves a filmben, és a film konfliktus helyzete ott kezdődik el, hogy betoppan a férfi, Zsolt alakítja az apukát. Valami baj van, és ez látszik, hogy valami baj van, és ebben a filmben nyilván az a baj, hogy visszajöttél, de minek jöttél vissza? Most tényleg azt gondolod, hogy másfél év után vissza lehet csatlakozni a család életébe úgy, hogy amikor megszületik az a gyerek, ott hagyod őket, és akkor így beköszönsz, hogy na, mától itt élek. Igazából a nőnek a gondolatmenetét próbálja végigkövetni, hogy mi is ez a döntéshelyzet egy gyereknek, mi a jobb, csonka családban felnőni, vagy a két felnőtt tud-e kompromisszumot hozni a gyerek érdekében. Egyébként ebben a történetben szerintem a szűk keresztmetszet az igazából a gyerek volt. Ez a másfél éves gyerek. Két aranyszabály van a filmszakban, hogy kutyával és gyerekkel sose. Igen. Nekem van 4 gyerekem. Én nem szeretek gyerekekkel dolgozni, és nagyon sokat dolgozom gyerekekkel. Biztos ezt a feladatot nekem meg kell oldani valahogy. Azért nem szeretek gyerekekkel dolgozni, mert tudom, hogy amikor én elkattanok, vagy durva vagyok, vagy ezt kell csinálnom a filmbe, érted? Akkor nem tudom, hogy mi fog történni ez a gyerek, ezért nem vagyok gyerekpszichológus, érted? Tehát nem akarsz ártani magyarul egy gyerek. Pontosan erről van szó. Volt egy A-terv, és volt egy B-terv. Volt egy olyan jelenetünk, ahol a gyereknek aludnia kellett, és nem aludt. És akkor ezt abszolút kifundáltuk 10 perc alatt, hogy jó, akkor gyorsan hozzuk ide a másik jelenetet, holnapra áttesszük az alvós jelenetet, fárasszuk ki a gyereket, és pont a siestájába elcsípjük azt a pici képet. Honnan jön, hogy ennyire éretten tudod ezt nyomni? Én nagyon akartam ezt a filmet, és szerintem nem érettség, hanem ha valaki nagyon akarja ezt csinálni, akkor 110%-kal dolgozik. Menjél anyádhoz, tessék! Menjél! Te az életben egy ilyen elég karakán ember vagy, és hogy akkor itt van egy ilyen, tudom, épp 20 éves lány, aki rendezni próbál, tehát hogy megy ez, hogy te így... Visszatöltesz a rendszerbe. Vissza kell tölteni. Nekünk ez is a feladatunk. És ezt üzenem az összes kollégámnak, hogy nem mindig a pénzről szól. És nagyon sokan csinálják is. Tapasztalt színészek, vagy olyanok, akik már csak pénzért dolgoznak, hogy visszamegy a főiskolára, segít a diákoknak. Igen, hogy dolgozzak, hogy kipróbálhassák azt, hogy milyen egy olyan színésszel dolgozni. És az, hogy megy neked, hogy ilyenkor így alá tud vetni magad valakinek, aki lehet, hogy sokkal kevesebb filmes tapasztalata van, mint neked. Ez engem nem érdekel egyáltalán. Ő gyakorol most, ő csinál valamit. Igazából az érdekel, hogy mi a gondolat, mit akar csinálni. De hát a film előtt, mielőtt belállunk dolgozni, előtte elmondja nekem, ha tetszik a gondolat, akkor vele tartok. De ott már nem fogsz ízé okoskodni, meg irányítgatni. Nem rólam szól, róla szól. Ő hogy fogja meg az időt, ő hogy fogja meg a társulatot, ő hogy irányít, ez róla szól. Nem tudom, hogyan szereselek. Az, hogy nőként vagy mondjuk filmrendező, az milyen tulajdonságokat, milyen jellemvonásokat kíván majd? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ha valaki ezt jól csinálja, akkor ott mindegy, hogy férfi vagy nő. Abszolút.
meg már túl is vagyunk szerintem ezen a kérdésen. 2018-ban most senkit nem érdekel, hogy most valaki nő, enged nő hív föl, vagy férfi. Egyáltalán nem fontos már ez a kérdés. Ez egy attitűd. A rendező az valakiknél fontos. Van, akiknél fontos. Én azt gondolom, hogy a rendező az egy attitűd, és ha az az attitűd célba ér, akkor onnantól kezdve mindegy, hogy nő vagy férfi mondja. Kérsz kókuszgolyót? Nem kérek kókuszgolyót. Pedig régen szeretted a kókuszgolyót. Régen téged is szerettelek. Hogy látod a jövőt? Mik a terveid? Hát én most dolgozom egy új forgatókönyvön, amivel majd szeretnék valahogy pénzt nyerni. Ez is egy kisfilm, ez is hasonló finomságú történet, nincs benne gyerek, és kutya van benne, de csak egy sétáltatás erejéig, nem játszik nagyobb szerepet. Ez egy házaspárról fog szólni. Most ezen dolgozom, egyébként meg reggeltől estig a Víg Színházban vagyok rendezőasszisztens, úgyhogy nehéz foglalkozni a kreatív energiáimmal, mert pénzt is kell keresni valahogy, de dolgozom. Én úgy képzelem, hogy nagyon más attitűd rendezni, és asszisztensnek lenni valahol tök ellentétes. Hogy melyik áll hozzád közelebb? Hát természetesen a rendező áll hozzám közelebb, vagy hát ez a cél, ez a végcél, és asszisztálni is azért asszisztálok, hogy tanulhassak. Alapvetően engem a film érdekel, csak nagyon kipróbálnám magam a színházban is. És ezért most már évek óta, két-három éve színházba asszisztálok.